Fiatal korom ellenére valamilyen érthetetlen és megmagyarázhatatlan oknál fogva figyelemmel kísértem a politikát. Érdekelt. De bevallom, sosem gondolkoztam el azon, hogy ezt nekem meg kellene osztanom a nagy nyilvánosság előtt. Miért? Egy nyomós okom volt rá. Mi lesz, ha az ismerőseim, rokonaim, barátaim elítélnek azért, mert véleményt mertem nyilvánítani, akár negatív, akár pozitív értelemben. Majd szavazatéretté váltam. Elmentem hát életem első parlamenti választására. Hogy megérte? Őszintén megvalva piszkosul élveztem. Az a sok kimondatlan vélemény, a végigfuttatott gondolat, a számtalan nyilvánosságot nem látott értelembús megnyilvánulás. Megszavaztam, leszavaztam, majd kiszavaztam magamból mindent abba a röpke 5-10 percben. És ahogy említettem, igen, piszkosul élveztem. Hogy miért? Mert jogom volt hozzá. Mert épp senki sem mondhatta meg, hogy kire, miért és hogyan szavazzak. Fiatal voltam és látottam. A szavazati jogommal látottam. Mert volt, van, és ezt nem vehetik el tőlem, tőled, tőletek. Lázadjatok ti is, menjünk el véleményt nyilvánítani, menjünk el szavazni. És hogy megbántam-e? Nem bántam meg, mert piszkosul élveztem.